Na látod itt az öreg kollégák. Gyiró Gyuri, Kovács, Uzi, Gergely, Sebesti, Pásztor, még kollégina. Mentünk a muziba, Jókai 150 éves évfordul. Évfordulón jár mindenség. Se semmi. Lesznek vagy feliratok. Lesznek vagy feliratok. Volt egy iskola régen, hogy ilyen polgári iskola, ez pedig a műzének a kis rága idányát, a lengyelben. Igen. Hát itt lőnek. Igen, igen. Hú, de nem is te kosármérkőzés lenni volt. Hát ez sötét, mert én nem tudtam. Igen, persze. Szénest ismered? Van, meg a lány, ez a lány, aki kérdezik. Odát jön a szénest. Akkor még nem volt 8 osztályos, vagy 6 osztályos, ugye? Á, nem. Ez nem volt. Hát, azt mondja, hogy... Ja. 75-ben volt. Ja, mert szállott volna, hogy... Hogy mikor is hívott az első? Ja. Az első osztályfőnök a Fordé találó volt. Az előző osztály volt az első.
most második osztályban, ugye? Igen, 6 éve. Nagyon barát, Szoli. A 7, mert most már az 8. osztályban. A 7 éve indult el a 5-től. Pályázatokon díjat nyert jogírásokból, elbeszélésekből, versekből, tanulmányokból volt ilyen és válogatás, azt mondták, de nem ismerte a Trajer Maritát. Ez ő volt az első oktatózésük, hogy kitéve a dicsőség táblán. Magyar volt az első oktatózés. Majd előre fordulunk. Sajnálva úgy oldjuk, aki saját írásaikat mutatták be. Ő az Sándornak ötösbe tanított, most Pápát tanít. Ő meg a... Ki tanítik legrégebben? Legrégebben? A Jós. Igen? Most a izéli. Vargány. Igen, a Vargány. Most már igen. Ja. Nagyon szép más irányítva. És még mióta itt a Vargány? Régebb ott van? Ja, nem így most van. Persze, régebb ott van. Hány éve? Halló Csimre, ő a nagy kis Vargány. Hány éve tanítik? Most nem rég született. Igen? Vargány? Igen, Halló Csimre. Igen. Végre sikerült. Oszakint voltam az Imrének. A halászkarcsi. Ez meg Jókai regényéből készült, letérkedett a művelési házban. Csak az is sötétebb. Ott is megvan a díjadás. Hát nagyon kezdetleges felírásokat próbálkoztunk, de aztán utána végig most nem csináltunk feliratokat, itt is talán. Mert csak az, amit csak nyersenek van. Nem voltak hozzá megszerve, a körülfők szerviség, a bodát világa, a kerülkedő második felírásokat. Igen, hát Jókai, a legelső Jókai ünnepség. Rétfalvi. Ez volt a legelső? És utána lettek jó napok két évenként. Na ezt jaj, nem nézzük, majd figyelj a díjátadáskor, hogy Barta Zsuzsa néven színészkedett, akit az első lett elcsejtett, nagyon szépen szavalt a Horváth Zsuzsa. Már mindjárt lesz a díjátadás, hát mosolyogott a képbe. Ott a Veszprémben van. Színésznő. Anya elítette fel, nem ő. Ez egy odát irányom. Ő az. Horváth Zsuzsa, de Barta Zsuzsa néven egy színésznő. Ez is érdekes már. A legrégebbi szeretném is elfél a korábban. Sőt, ő is már ilyen kívánom. Horváth Zsuzsa.
és a végén ez Fátyás felvonulás volt a városban, és a Jókai Szobornál fejeztük be, hogy ott lesz, csak az elész elmény. Mindenkinek volt egy fáklyája, és tiszteletünk Jókai előtt, születésének 150. évfordulóján. Zártuk a Jókai. A Jókai napok zárásaként. Most én nincs ilyen. Jó, veszem. Ez úgyis, hogy a mögöttől jönnek iskolába gyerek, és aztán majd utána lesznek egy közelebbi kétek konkrét. Az a Pavlovics Imre biciklire jár szerint bűn. Igen? Az a nagyon jó kis menet. De hát... Nem, hát én is azzal jártam, az nem volt, azt nem volt. Ja, hát végül is. Na itt a Gólyás Zörnyák az anyja, az osztálya, ez már rendezett jót, mert na most a gyerek. Szegényizén is meghalt, Botka Zsóti, osztálytársa volt, aztán belefulladt a Dunába nyáron. Na elnézést, hogy el van szakad a vizsgát, mindjárt leállom, majd szólok. Most. A benti felvételek általában gyengék, mert nem tudtunk mindig fényt varázsolni. Na ő az, a szőke. Másik vasó. Na, ez a benyő. Kicsi a hetes. Direkt azért, és lesz egy olyan tükkös rész, hogy két lánya ablak két felépését. Stungulott. Jó, hogy róla, gyerek, róla nincs. Nem tudom már a pártam, hogy jönnek ennek. Magyarosokban tanítottam, de hát ahol nem voltam a szekrényt, azért hamarabb elejtődik amúgy. Tehát kapásban nem tudom mind rá nevüket. De annyira gesztusokra emlékszem, meg helyzetekre. A halasi, kisebbi halasi gyerek. Tanítom a nővére a kesztébe. Nem tudom, hogy ki a kereségére. Jaj, de most nagyon tehetséges kislány volt, ezt tudtam, hogy mondtam.
országgyűlési képviselőn anyósa, aki tanította őket, nem mindjárt látni a lenkemény. Nem is már a fiatal volt. Kiküttöttem elég vízik alkot, és jobban jobban alkot, és akik vallagra. Fiúk még ilyen fél megmunkáló alapismereteket tanultak a műhelybe. A mostani fizika terem helyen volt. Akkor is voltam a takarítás. Ez mondjuk nem volt nagyon süke, de vertek volna majdnem. Nyilván még mindig a Wargame-ről csúcs tartó, hogy nem csak ilyen magasugrásban. Ez a konditere akkor már megvolt, és tehát ez később készült az először. Mert a Wargame-ről később időből is
Kovács Viktor idén kísérleni, és mert a már időt lépések le. Tetszik, hogy előbb jó város, ahol van magam, mint a látni is. Testkultusz. Na ez a szünet. Ugye, mint a halászkacsék összeadódnak szünetben. Vétába dobálnak. Nem lehet dobálni. Hanem a barna, nem? A barna, igen. Már a körülöttünk kiklapos léptel. Óvatos volt a bíróban, ezt látod, nem? És lehet a bíróban, nem? Óvatos. És köszönöm, hogy ez meg a Kovácságének az apja volt itt a terület. Igen, meg? Emlékszel, mert minden megjelenik. Tehát nem tudom, nem is kerekedik. Igen, kellett csak engedni. Nyilván már kellett megmondani. Ja, hát így nézett fel nyelvilagon. Volt egy-két fülhallgató. Ez még arra volt, hogy így nem sérült. A nátrius csodálat, nátrius csodálat. Biztosan, ott veszik nátrius csodálat. Ennyi kötele. Sőti, vagy milyen esemény. Megint másik korosztály. Ő a Dépesi Gábor a felesége. Jaj, most óvod az Irik. Igen, jaj. Irikén éli a kisebb kifa, a belépső fiamnak az óvod nője. Szép lányok. De mikor végzett ide a Bálintnak a felesége a Turiben. Kis Kuti lánya, nagymájának volt a Kuti nénének a gyógyfő. Nem a minőség, nem a jó minőség, de jobb minőség, mint elégek is vannak, csak a vödőszerepet veszkedik. Meg a bentélyeket tudod, nem tudom, van jó munka. Igen. Napfényénként. Ez valami, amikor küldtek a ünnepség előtt, vagy mi is küldtek? Valami olyan nézőbb volt, és akkor óra volt még, de
utána még mentünk volna, vagy innen, hogy nem tudom, szóval. Vagy ilyen kis nap lehetett, vagy mint amit a király választás volt, hogy nem volt az. Tehát valami rendezvény volt az nap, aztán volt a tudatban. Ez csak lányosztály volt, pásztorban osztály. Csak lányok? De nézd már, ez később tudom, milyen szép utolította. Jó, állam. Ez már nyilván egyébkesek voltak ekkor. Yeah.